írva az első sorban, vigyázz, az idők gonoszak. Mit jelent ez? Miért gonosz az idő? Ugye egy érdekes kérdés. Tényleg gonosz az idő? Félni kell tőle? Hát nem az idő gonosz, hanem az idő múlása, az a gonosz. Így is lehetne érteni, hogy vigyázzatok az időtökre, mert múlik. Ugyanis az idő egy sajátos velejárója az életünk. Meg ezt a kicsik is tudják, hogy telik. Jön velünk, de nem tudunk rajta uralkodni. Pedig milyen jó lenne, nem? De nem megy. Nem tudunk rajta uralkodni, nem tudjuk befolyásolni. Ugye egy idősebb ember, velem együtt, most már akkor mondhatom így is, hogy mi gyakran szeretnénk az időt lelassítani. Nem? Rohan az idő, tempus fugit, szalad. Szalad, rohan az idő. Mi ezt így érezzük? Kérdezzük meg a kicsiket. Azok meg azt mondják, hú, de lassan megy. Hű, amikor bent ülök matek órán, hú. Na akkor jó lenne egy kicsit, hogy pörgetni, de hát ez nem megy. Bezzeg a szünet, a nyári szünet, az meg így. Hogy is van ez? Hát nem ugyanaz az idő, nem. Hiába jön velünk, egyszerűen nem tudjuk megmarkolni. Azt mondta valaki, egyszer is fogalmazta meg, hogy azért különleges az idő, mert végtelen és véges egyszerre. Hú, ez nagyon furcsa. Végtelen, folyik, nincsen határa, ugyanakkor meg érezzük, hogy tart ettől eddig. Szent Ágoston megkérdezték, mi az idő? Azt mondta, hát ha nem kérdezitek, akkor tudom. Ha kérdezitek, akkor nem tudom. Mi az idő? Az idő a Biblia szerint azért veszedelmes számunkra, mert két részből áll. Van egy, ami folytatólagos, ezt úgy hívja, hogy kronosz, kronométer. És van, amit úgy hív, hogy kairosz, alkalmi idő. Egyszer történik, és ez nem jön vissza. És azért gonosz az idő, és azért kellett kiírni minden egyes keresztény embernek a szeme elé, hogy nem tudhatod, hogy az az alkalom, amit kapsz a Jóistentől, visszajön-e. És kegyetlen az idő, mert nem jön vissza, képzeljétek el, nem. Egyszer van. Vannak az életünkben ilyenek, amik egyszer vannak. Mondok nektek erre bibliai példát. Talán emlékszünk rá a gazdag ifjú történetére. A gazdag ifjú egy fes, jól képzett, vagyonos fiatalember. És oda megy Jézushoz, és Jézusnak mondja, kérem szépen, velem minden rendben van. Megtartottam a törvényeket, megtartottam a szabályokat, megtartottam az áldozati dolgokat, mindent. És Jézus azt mondja, van egy hiba, ajándékozz szét a vagyonodat, és akkor jöhetsz utánam. És megnyered az örök életet, és akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy és akkor megszomorodott arccal elment Jézustól.